A képviselők elismerték, hogy egy nagyon színvonalas és korrekt beszámolót hallhattak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetőjétől. A testület megállapította, a megyei munkaügyi helyzet javuló képet mutat. A közfoglalkoztatás mellett a foglalkoztatásügy megyei helyzetét is tárgyalta a testület. Ebben a részében, az előterjesztés ezen részében örömmel konstatáltuk, hogy a munkanélküliségi adatok azok nagyon kedvezően változtak, tehát évek óta, de az elmúlt évhez képest is csökkent a munkanélküliek száma, nőtt a foglalkoztatási szint, több mint 50% fölött van immár ez a mutató. A másik nagyon fontos előterjesztési része volt ennek a napirendi pontnak a közfoglalkoztatás helyzete, amely ugyancsak pozitív tendenciát mutat a számokat illetően, illetve az elért eredményeket illetően is ezt állapítottuk meg talán így közösen az egész testület. Ugyanakkor viszont nagyon fontos vagy súlyos belső ellentmondásokkal is küzd. Az ülésen elhangzott fontos, hogy a szakképzés ne legyen gátja annak, hogy a közfoglalkoztatottak visszakerüljenek a munkavilágába. Úgy tűnik, hogy egy 5 éve megkezdett egyébként pozitív program, hogy ne segélyből éljenek az emberek, hanem munkából. Ez elkezdett állandósulni, aztán vagy van a közmunkásnak munkája, vagy nincs, de perspektívájában nem vezet vissza a munkavilágába. Tehát, hogy mondjam, az eltelt most már lassan 5 év, amióta ez a program bevezetésre került. Ahhoz képest még most is úgy tűnik, hogy hosszú távon ilyen 50 000 forintos közmunkákban gondolkodunk, ami azért tragikus. Halmi József, az MSZP frakció vezetője elmondta, nem ért egyet a munkaügyi hivatal idén lezajlott átszervezésével. Szerinte nem a kormányhivatal főosztályaként, hanem független szakmai szervezetként kellene működnie a hivatalnak. Mi a megyénk berendezkedés olyan, hogy nagyon sok munkanélkülő van, és más lehetőségük nincs. Tehát a polgármesterként azt mondom, hogy igen, kell a közfoglalkoztatás, mert az embereknek adni kell ennivalót a szájukba, idézőjelben ez, amit csak anyagi juttatása lehet, és ez ma a foglalkoztatásba, amit én nem foglalkoztatási politika eszköznek tartom, hanem a szociálisnak a közmunka, de akkora tömeg van már, hogy kezelhetetlen, és én ezt kijelenthetem, mert én minden nap ezzel küzdök, persze mi is csinálunk értékteremtőt, de mindennek megvan a határa. A Jobbik képviselője Fülöp Erik elmondta, egyre nagyobb felelősség hárul a kérdés megoldásában az önkormányzatokra, miközben az országos közúthálózat fejlesztés és a vízügyi igazgatóságok esetében lehetne a közfoglalkoztatotti létszámot bővíteni. 3 alappillérből épül fel a jelenlegi közfoglalkoztatási program. Van egy hagyományos önkormányzati foglalkoztatás, van egy start program jellegű közfoglalkoztatás, és van egy országos közfoglalkoztatási program, amely itt szerencsére a megyékben is jelen van. A leginkább jellemző, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatás az, amely a nagyobb tömegeket, nagyobb létszámot felszívja, és mintegy 1/5-1/6 a közfoglalkoztatottak számának az a foglalkoztatási összesség, akik az országos közfoglalkoztatásban vennének részt. A közgyűlésen együttműködési megállapodást írtak alá a nyíregyházi főiskola vezetőségével is. A felek kutatásfejlesztésben és oktatás stratégiai kérdésekben is együtt kívánnak működni a jövőben, valamint egy technológiai transfer központ létrehozását tervezik.